Képviselőtestületi ülést tartottak Bonyhádon, mely során többek között döntöttek a Varázskapu bölcsőde és óvoda tagintézményeinek nyitvatartásáról. Horváth Klára intézményvezető azt mondja, ilyenkor az újszülők igényeit is fel kell mérniük. Az intézmény nyitvatartása gyakorlatilag évek óta szinte változatlan, ez azt jelenti, hogy jól tudja követni a szülői igényeket, de hát ennek a megerősítése minden év elején megtörténik. Általában napi 10 órát vannak nyitva, 10 és felett a nagyobb bonyhádi feladatellátási helyek. A kisebb tagintézmények pedig ennél esetlegesen rövidebb idő ideig tartanak naponta nyitva. Napirendi pont volt továbbá az éves munkaterv. Horváth Klára azt mondja, az elmúlt 2 évet figyelembe véve elővigyázatosak, hiszen több projekt megvalósítását is el kellett halasztaniuk, így most körültekintőbben készülnek. A tervezéskor figyelembe vesszük az óvodai nevelés országos alapprogramját, az irányelveket, tehát a sajátos nevelésű gyermekekre vonatkozó irányelveket, a nemzetiségi nevelésre vonatkozó irányelveket, de ugyanígy figyelembe vett dokumentum az intézmény pedagógiai programja, az intézmény mérési eredményei, a pedagógiai szakmai ellenőrzések nyomán keletkezett intézkedési tervek, és hát egyéb más vonatkozásban is ugye a tervezés sok minden egyébre is épülhet, nyilvánvalóan elsődlegesen a PET program megvalósításán belül is a belső szakmai igényekre, tehát a kollégáknak is mindig vannak elképzelései a fejlődést illetően. A munkatervben sok terület jelenik meg, ad egy helyzetfelmérést, ami a tárgyi feltételekre vonatkozik, ugyanígy a humán erőforrás gazdálkodásra vonatkozóan is tartalmaz adatokat és hát tendenciákat, jól le lehet követni belőle. Megjelenik benne értelemszerűen a gazdálkodás is, mint egyebek, de a fő gerince azok a pedagógiai szakmai feladatok, az aktuális évre vonatkozóak, és hát ezen belül különböző tevékenység területeken tervezünk úgy, ahogy azt az alapprogramnak megfelelő tartalmakkal, de megfeleltetve a helyi pedagógiai program tartalmainak. A képviselőtestület továbbá megszavazta a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatását. A képviselőtestületi ülésen döntöttünk a Bursa Ungarika ösztöndíj pályázathoz való csatlakozáshoz. Ez nem első alkalommal történik így, hanem amióta ez a felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszer működik, azóta Bonyhád Városi Önkormányzata minden évben csatlakozik. Helyi forrásból biztosítunk 1,5 millió forintot a fiataloknak, mindazoknak, akik a felsőoktatásban, akár főiskolákon, akár egyetemeken tanulnak tovább, és ezekhez a támogatásokhoz az állam még egyszer annyit kiegészítésül ad, úgyhogy remélem, hogy hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy a bonyhádi egyetemi hallgatóknak a szociális alapon, rászorultsági alapon kapott támogatással könnyebb lesz a hazautazása, és egyáltalán az életkörülményének a javításának célt szolgálja. Mi örömmel csatlakozunk idén is ehhez a pályázathoz, bízom benne, hogy sokan fognak rá pályázni. A város vezetősége arról is döntött, hogy 2022-ben melyek azok az útszakaszok, amik felújításra szorulnak. Lehetősége van a városnak arra, hogy 2022-ben több utcát fel tud újraújítani, hiszen van számos olyan utcánk, utunk, ami nagyon elhasználódott és már régóta a felújításra vár. Magyarország kormányának támogatásával 206 millió forintra pályáztunk. Az 5 utca, ami megvalósulhat ebből a beruházásból, a Nádasdy utca, a Jókai Mór utca, a Hoffer Károly utca, a Táncsis utca és a Vasvári Pál utca. Bár van néhány másik olyan utca is a városban, ami szintén felújításra szorulhat, de a képviselőtestület mérlegelte azt, hogy melyeken van a legnagyobb forgalom, melyek azok, amelyeknek az állapota a leginkább indokolttá teszi ezeket a felújításokat. A mai döntés alapján kiválasztottuk a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez az ajánlattevőt, illetve a műszaki ellenőrt, és amikor az időjárás is majd engedi, hiszen most télen nem megyünk bele az őszi-téli időszakba, 2022 tavaszán ezek a munkálatok meg is kezdődhetnek, és legkésőbb 2022 őszére, szeptember 30-ára be is fejeződhetnek. Ezzel az 5 utcával a Fáy András utca mellett, hiszen az egy belügyminisztériumi pályázatból mindenképp már megvalósul jövőre. Azt mondhatjuk, hogy bizony benne, hogy a 22-es év a városban az útfelújítások éve lesz.